Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy jó hír közeledik hozzád. Miről van szó, hogyan alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a királynő van a középpontban. Elfoglalja a helyét az életben, uralkodik a víz elemek felett, ami utal az érzelmekre. Itt megvan a belső forrás is, mint például az intuíció. Te vagy ez a királynő, amennyiben te egy hölgy vagy, és te állsz itt a középpontban. Tehát uralkodj a helyzet felett, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj az életed felett, hiszen a te életedben te vagy a királynő, és te állsz a középpontban. Itt láthatóak a kardok. Ennek több jelentése is van. Először is azt jelenti, hogy ezzel a karddal vágd át a félelmeket. Tedd át magadat ezeken a negatív érzelmeken, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Éld a pozitív érzelmeket, a bizalmat, a hitet, a szeretetet, a szerelmet. A kardok jeleznek még valamit, mégpedig utalnak a levegő elemére, ami jelenti a szabadságot, azon kívül szimbolizálja a kommunikációt. És most ez a fontos, hogy beszéljetek érzelmekről. Itt ezen a kártyán az ötös szám látható, és az jelent külső befolyásukat. Valaki befolyásolja őt, mert én úgy érzem, hogy ez a kártya inkább rá vonatkozik, a te lelki társadra, az ő helyzetére. Nála próbál valaki beleavatkozni a dolgokba. Itt ezen a képen látható az ördög, és az azt jelenti, hogy ez a befolyás nem jó se számára, se számotokra, hiszen valaki hazudozik neki, becsapja őt. Akkor is, ha így van a háttérben ez a negatív befolyás, különösen nála, mégis jól alakulnak a dolgok, ami kettőtöket illeti, hiszen itt lesz közeledés. Akkor is, ha nem érzed jól magad, fáj a fejed, vagy elgondolkozol bizonyos dolgokon, ami nyomaszt téged, szomorúvá tesz, de ő közeledik hozzád, megnyugtat téged, ennek van még egy olyan gyógyító hatása is. Itt láthatóak a kelyhek, és a kelyheknél mindig érzelmekről van szó. A hatos szám utal a múltra, az emlékekre. Valami lehúz itt téged a mélybe, ezért vannak ezek a félelmek, bizonytalanságok. És ez a múltból jön, lehet a gyermekkor is. De, ahogy látható a képen, te felemelkedsz, és itt lesz egy gyógyító hatás. Jóra alakulnak a dolgok. Hasonló ez a kép ehhez a gyógyító hatáshoz, hiszen itt is arról van szó, hogy lesz itt egy szívgyógyulás. Akkor is, ha a háttérben ott van a felhő, és utal olyan dolgokra, ami jelenleg még átláthatatlan. Akkor is, ha a háttérben itt van a hegy, ami jelenti a problémákat, vagy a gondokat, de
itt a háttérben felkel a nap, kiderül az igazság, meg lesz ez a kisugárzás, megvan ez a gyógyító erő, és ez a szív olyan, mint egy fa, ami itt növekszik, és ezt kell figyelembe venni, ezt a szeretetet, vagy ezt a szerelmet, itt kell számotokra a gyógyító erő. De ez meg lesz. Itt a háttérben látható egy férfi és egy nő, így integetnek egymásnak, ez az ő múltja, de ő ezt lezárja, hiszen itt ez a lovas férfi utal a jelenlegi helyzetre, az ő tartására. Ő oda se figyel, ami a múltban volt, hanem itt közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és ez szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Összefoglalnám a képek jelentését. Te vagy itt a királynő, az ő szemében is. Itt megvan a gyógyító erő, közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. A háttérben valaki befolyásolja őt, hazudozik neki, becsapja őt, tehát van valami kellemetlen dolog, de itt meg lesz a gyógyító erő, és ami fontos, ez a szív, ez a szerelem kettőtök között. És ez lesz, ez a jó hír. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!